Kucsera Gábor mély depresszióba esett, miután 2 évre eltiltották a sportolástól, egy idő után viszont egészen másfelé vette az irányt az élete, népszerű szereplő lett az Édes Életben, énekelt a Nagy Duettben, és felesége Tápai Szabina szerint ez kellett a férjének, hogy újra élvezze az életét. Erről beszélgetünk most Tápai Szabinával, végig mosolyogtátok az egészet. Igen, mert aki kucsit ismeri, hogy nehezen képzeli el mondjuk ilyen depressziós állapotban, de hát azért nyilván nehezen viselte. Nyilvánvaló, hogy egyébként a sportolónak nagyon nehéz lezárni a karrierjét, gyerekkora óta abba élt, abba a közegbe, és most már azért egy éves sztoriról beszélünk, neki is nagyon nehéz volt az, hogy hirtelen, ugye ő felkészülni se tudott erre, hanem hirtelen elvágták, és jó, hát egy kicsit fel lett ez hype-olva, vagy hogy mondjam, a média által, mert mondtam egy-két dolgot, és valóban kicsit jobban begubózott, otthon feküdt, és akkor jött ez az Édes Élet ajánlat, amire igazából én beszéltem rá, mert úgymond láttam ebbe a kiutat számára. De az mondjuk való igaz, hogyha egy sportolónak, akinek megvan a napi rutinja, délelőtt-délután edzések, erőlléti edzések, úgy kell táplálkoznia, tudja, hogy mikor van a versenybeosztás, ebből így hirtelen leállni egyik napról a másikra, hát nincs olyan ember, aki a depressziót elkerülni. Persze, úgyhogy ő neki is volt egy ilyen kisebb jellegű. Uh-huh. Én is Depinek hívom, és azt gondolom, hogy a tévé és a tévészereplések ebből elindították őt fölfelé, és újra visszaépült egy kicsit az egója, meg újra kinyílt neki a világ, úgyhogy én itt is hálás vagyok nagyon a TV2-nek is, és az Édes Élet produkciónak, a szerkesztőknek, mindenkinek, hogy most segítettek a férjemnek egy új utat találni. Ilyenkor köztetek nem okozott az konfliktust, hogy ugye hirtelen te lettél a családfenntartó abban az átmeneti időszakban? Nyilvánvaló, hogy a Gábor is azért egy okos ember, tehát azt ugye tudjuk, hogy a kajakból csak akkor lehet megélni, hogyha sikeres vagy, eredményeket hozol, és hát ugye a vége felül, mert ki már nem voltak olyan komor VB és EB eredményei, ezért nem főként abból élt. Uh-huh. Úgyhogy ki lehet ezt sarkítani, hogy én voltam a családfenntartó, meg jöttek ilyen cikkek, de azért ez nem így működött akkor sem. Akkor sem, tehát akkor ez köztetek nem okozott súrdódásokat, mert eddig is normálisan be tudtátok osztani. Nyilvánvaló. Sokat kellett vele úgy foglalkozni, tehát milyen típusú ember erre akarok rákérdezni, aki meg tud nyílni, aki tud beszélni a problémáiról, vagy így elvonul egy pár napra, vagy egy X időszakra, és akkor utána tud csak megnyílni. Abban az időszakban ő nagyon begubózott előtte, mi meg tudtunk beszélni rengeteg dolgot, nyilvánvaló akkor is próbáltam vele beszélgetni, de ő inkább jobban ez az otthonülős, pihenős, gondolkozós, aztán volt egy kócsa, aki rengeteget segített neki abba. Ebben az időszakban azt hiszem, amikor az Édes Élet is elindult, és elkezdett hozzá is járni, és újra egy kicsit őt így felépítette. Nagyon jó tud lenni, hogy ez ember egy jó szakember talál, igen, és a kócsok is nagyon-nagyon jók tudnak lenni. Igen, úgyhogy én kevés voltam ahhoz, mert valahogy nem találta meg bennem azt. Meg másként adja meg a bizalmat az ember a feleségének, és ez félre ne ész, meg egy idegennek, akinek újra el tudja mondani, vagy egészen más látó szemszögből. Meg nyilván neki ez a szakmája, tehát tudja, hogy tereljen egy embert akár egy új célok felé, új utak felé. Igen, ez nagyon sokat jelent. És ugye a kisfiatokkal ő elkezdett nagyon sokat foglalkozni, ami viszont egy tök pozitív hozadéka volt ennek az egész. Igen, ez volt a rosszban a jó, hogy a Bennyvel sokkal többet tudott lenni, mert ugye amíg sportolt, ő hétfőn elutazott, szombaton hazajött, egy hétvégi apuka volt, és ő nem feltétlenül ezt szeretett volna egyébként se lenni, amikor megterveztük, hogy mi babát szeretnénk. Úgyhogy ez az egy pozitív hozadéka volt, meg a tévé, hogy a Bennyvel tényleg, ugye én minden nap Fehérvárra jártam, volt sokszor, hogy ő tudta csak vinni, vagy akár érte is menni a bölcsibe. De ez látszik egyébként a mostani viszonyukon. Igen, ezt akartam mondani, hogy rettentő szoros a kapcsolatuk, tehát így néha, ha hárman vagyunk, anya ott van, és akkor anya, hagyjál minket békén, a fiúk majd el vannak. Tehát ez tegnap este is pont így történt. És a Nagy Duettben, amikor láttad a Gábor szerepen, akkor ugyanazt az embert láttad, akit megismertél? Nem volt neked furcsa? Hát a Nagy Duettben volt, tehát az kicsit vicces volt. Egyébként ő neki van egy ilyen mókás énje, tehát ő szeret szórakozni, meg jól érezni magát, és ott úgy jól érezhette magát, ő nem annyira feszengett ebben a műsorban. Hát de ott voltál vele mindig, és hát együtt röhögtétek végig az egészet. Hát az jó, hogy ő ezt az egészet ugye azért tudta poénra venni, nem komolyan vette, mert hát ugye nem tudta ő ezt komolyan csinálni. Nyilván hang szempontjából nem is nagyon vehette komolyan. Igen, ezért ő a viccesebb oldalát próbálta megfogni ennek. Figyelj, és karrierjével mi lesz? Nyilván leültetek, azért gondolkoztatok azon, hogy lehetne még visszaút, nem? Igen, hát pont a 1-2 hónappal ezelőtt így felmerült. Konkrétan egy forgatáson közölte velem, így a forgatás kellős közepén, hogy hát, hogy ő gondolkodik, hogy visszatér.
Hát én így nagy szemekkel néztem rá, mert hogy ugye ezt így nem mondta nekem, hogy neki vannak ilyen gondolatai, de főként nem arra gondolt, hogy most akkor kajakozni, hanem mindenféleképpen elkezdett edzeni, leszeretne dobni egy jó pár kilót, mert azért egy jó 10-es felszaladt rá, egy kicsit életformát váltott, megpróbált egy ilyen kis rendszert kialakítani az életébe, és én nyilvánvaló a felesége vagyok, mindenben támogatom, de azt gondolom, hogy neki már nem az az út, hogy vissza a kajakba. Én azt gondolom, hogy az visszalépés lenne, hanem most meg kell neki keresni a tévén túl is, hogyha esetleg ez már nincs, mert nyilvánvaló, hogy ez ideig, óráig tart, ezt mindenki tudja, akkor utána merre felé tud elindulni. És van elképzelésetek erről? Vagy a Gábornak mondott már valami olyat, hogy mivel szeretne foglalkozni? Hát nekem még nem nagyon mondott, én eléggé céltudatos vagyok, tehát én most is csinálom a stúdiómat, már most gondolkodom abban, hogy mit, hogy lehetne, tehát én egy ilyen, nem tudom, kivétel lehetek, főleg így a sportkarrier után, hogy én nem is éreztem ezt a depit, én már most azon gondolkodok, hogy esetleg mondjuk más sportolónak hogy tudnék segíteni abba, hogy így érezze magát, hogyha abba kell hagynia. Hogy az ilyen sport utáni életét megtalálja? Igen, mert képzeljétek el, hogy a Nemzetközi Olimpiai Szövetségnek van egy programja arra egyébként, hogy a sport, az ilyen sportolókat a sport után merre felé terelje, de itthon Magyarországon, igen. Van a program, csak nem történik abban semmi, tehát én ebben szeretném egy kicsit beleásni magamat, és segíteni ezeknek a sportolóknak, mert szerintem rengetegen inkább arra felé jutnak el, ahova a Gábor. Meg a sportmenedzserésben sem járunk élen, úgyhogy azon is gondolkodj el. Én töröm a fejem, helyes, sok mindenek. Helyes, köszönjük szépen, hogy eljöttél.